Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Oh, happy day. Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióban. Mondjuk, hogy hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus halott volt, de föltámadott, és él örökkön örökké. És hiszem, hogy Jézus Krisztus a királyok királya, uraknak az ura, aki megígérte, hogy visszatér dicsőségben, és hatalommal, és erővel. És meg fogja látni minden szem. És hiszem, hogy a názeti Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Isten. Hiszem, hogy a názeti Jézus Krisztus engesztelő áldozata visszafordíthatatlan, egyszer és tökéletes áldozatával mindörökre eltörölte bűneinket, vétkeinket, és ezért dicsérem, magasztalom őt, mert nem aranyon ezüstön, hanem az ő drága vére által lettem megváltva az ördög hatalmától, a bűnnek és a halálnak az uralmából, mert hiszem, hogy Jézus lefegyverezte a fejedelemségeket, hatalmasságokat, diadalmenetben mutogatta azokat, és engemet pedig elhívott, hogy el ne kárhozzak, hanem örök életet nyerjek az ő nevébe vetett hit által. És hiszem, hogy a hit az nem látott dolgokról való meggyőződés, reménynet dolgoknak a valósága, és hiszem, hogy a látható dolgok a láthatatlanból állottak elő. Amen. Látomást mutatott nekem az Úr, és íme két kosár füge volt letéve az Úr temploma előtt. Miután Nabukodonozor babiloni király Jekóniást, Joákimnak, a Juda királyának fiát, és Júdának fejedelmeit, és az ácsokat és kovácsokat fogságra hurcolta Jeruzsálemből, és elvitte őket Babilonba. Az egyik kosárban igen jó fügék voltak, amilyenek az először érő fügék, a másik kosárban pedig igen rossz fügék voltak, sőt, ehetetlenek a rosszaság miatt. És mondta az Úr nekem, mit látsz te, Jeremiás? És mondék, fügéket. A jó fügék igen jók, de rosszak igen rosszak, sőt, rosszaságuk miatt ehetetlenek. És szólt az Úr nekem mondván, ezt mondja az Úr, Izrael Istene, mint ezeket a jó fügéket úgy megkülönböztetem a Júda fogjait, akiket a helyről a káldeusok földjére vitettem az ő javukra. És őket szemmel tartom az ő javukra, és visszahozom a földre, és megépítem, és el nem rontom, beplántálom, és ki nem szaggatom. És szívet adok nekik, hogy megismerjenek engemet, hogy én vagyok az Úr, és ők én népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám. És amilyenek a rossz fügék, amelyek ehetetlennek a rosszaság miatt, azt mondja az Úr, olyanná teszem Sedékiást, a Juda királyát, és az ő maradékát, és az ő fejedelmeit, és Jeruzsálem maradékát, akik itt maradnak e földön, és azokat, akik Egyiptom földjén laknak. És kiteszem őket rettegésnek, veszedelemnek, a föld minden országában gyalázatnak, példabeszédnek, gúnynak és szidalomnak minden helyen, ahova kiűzöm őket. És fegyvert, éhséget és dökhalált bocsátok rájuk, mindaddig, míg elfogynak a földről, amelyet nekik adtam, és az ő atyáiknak. 25. rész. Az a beszéd, amely lőn Jeremiáshoz, egész Júda népe felől Joákim negyedik esztendejében, aki fia volt Jósiásnak, a Júda királyának, az első esztendejében Nabukodonozornak, a babiloni királynak, amelyet szólt Jeremiás próféta az egész Júda népéhez és Jeruzsálem minden lakosához mondván. Jósiásnak 13. esztendejétől fogva,
aki fia volt Ammonnak, a Juda királyának, e napig, vagyis 23 esztendő óta szól az Úr nekem, és szólottam én nektek, jó reggel szóltam, de nem hallgattátok. És elküldte az Úr ti hozzátok minden ő szolgáját, a prófétákat, jó reggel elküldte, de nem hallgattátok, és fületeket sem hajtottátok a hallásra. Ezt mondták, térjetek meg már mindnyájan a ti gonosz utaitokról, és a ti gonosz cselekedeteitekből, hogy lakhassatok a földön, amelyet az Úr adott nektek, és a ti atyáitoknak öröktől fogva örökké. És ne járjatok idegen Istennek után, hogy szolgáljátok nekik, és imádjátok őket, és ne ingereljetek fel engem a ti kezeitek munkájával, hogy veszedelmet ne hozzak rátok. De nem hallgattatok rám, azt mondja az Úr, hogy felingereljetek engem a ti kezeitek munkájával a ti veszedelmetekre. Azért ezt mondja a seregeknek az Ura, mivel hogy nem hallgattatok az én beszédemre, íme kiküldök én, és felveszem Északnak minden nemzetségét, azt mondja az Úr, és Nabukodonozort, a babiloni királyt, az én szolgámat, és behozom őket a földre, és ennek lakóira, és minden körülvaló nemzetekre, és elveszem őket, és csodává és szörnyűséggé teszem őket, és örökké való pusztasággá. És elveszem tőlük az öröm szavát, a vigasság szavát, a vőlegény szavát és a menyasszony szavát, a malmok zörgését és a szövétnek világosságát. És az egész föld pusztasággá és csodává lesz, és a nemzetek a babiloni királynak szolgálnak 70 esztendeig. És mikor eltelik a 70 esztendő, meglátogatom a babiloni királyon és az ön népén az ő álnokságukat, azt mondja az Úr, és a káldeai földön és örökkévoló pusztasággá teszem azt. És végbe viszem azon a földön mindazokat, amiket szóltam felőle, mindazt, ami megvan írva a könyvben, amelyet profétált Jeremiás az összes nemzetek felől. Mert ő rajtuk is uralkodnak majd sok nemzetek és nagy királyok, és megfizetek nekik az ő cselekedeteik szerint és az ő kezeiknek munkája szerint. Mert ezt mondotta az Úr Izraelnek Istene nékem. Vedd el kezemből e harag borának a poharát, és itasd meg vele minden a nemzeteket, akikhez én küldelek téged. Hogy igyanak, részegüljenek meg, és bolondoskodjanak a fegyver miatt, amelyet én közéjük bocsátok. És elvettem a poharat az Úr kezéből, és megitattam minden a nemzeteket, akikhez küldött engem az Úr. Jeruzsálemet és Júda városait, az ő királyait és fejedelmeit, hogy pusztasággá, csodává, szörnyűséggé és átokká tegyem őket, amint a mai napon van. A fáraót, Egyiptom királyát, az ő szolgáit és fejedelmeit, és minden ő népét, és minden egyveleg népet, és az Úz földjének minden királyát, és a filiszteusok földjének minden királyát, és Askalont, Gázát, Akkaront, Azótusznak maradékait, Edomot, Moábot és az Ammon fiait, és Tírusznak minden királyát, és Szidonnak minden királyát, és a szigeteknek minden királyát, akik túl vannak a tengeren. Dédánt és Témánt és Búzt, és mindazokat, akik lenyírott üstökűek, és Arábiának minden királyát, és az egyveleg nép minden királyát, akik a pusztában laknak. És Zimrinek minden királyát, és Elámnak minden királyát, és a Médeusok minden királyát. És Északnak minden királyát, mind a közelvalókat, mind a távolvalókat, egyiket a másikra, és a földnek minden országát, amelyek a föld színén vannak, Sésák királya pedig ezek után iszik. Azért ezt mond nekik. Ezt mondja a seregek ura, Izraelnek Istene. Igyatok, és részegüljetek meg, okádjatok, és hújjatok el, és felnekeljetek a fegyver előtt, amelyet én küldök közétek. És ha majd a te kezedből nem akarják elvenni a poharat, hogy igyanak belőle, ezt mond nekik, így szól a seregek ura, meg kell innotok. Mert ímé a város ellen, ami az én nevemről neveztetik, az ellen veszedelmet indítok. Ti pedig egészen megmenekültök-e? Nem menekeztek, mert én fegyvert hozok-e földnek minden lakosára, azt mondja a seregek ura. Te pedig
profétáld meg nekik mindeszókat, és ezt mond nekik, az Úr a magasságból harsog, és az ő szent lakhelyéből dörög. Harsanva harsog az ő házára, riogatva kiált, mint a szőlőtaposók e föld minden lakosa ellen. Elhat a harsogás a földnek végére, mert pere van az Úrnak a pogányokkal, ő minden testnek ítélő bírája, a hitetleneket fegyverre veti, azt mondja az Úr. Így szól a seregek ura, ímé veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy szélvész támad a föld széleitől. És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig, nem sirattatnak meg, és össze sem hordatnak, és el sem temettetnek, olyanok lesznek a földnek a színén, mint a ganéj. Jajgassatok, pásztorok, kiáltsatok és heverjetek a porban, ti vezérei a nyájnak, mert eljön a ti megöletéseteknek, szétszoratásotoknak ideje, és elhullotok, noha drága edények vagytok. És nincs hova futniuk a pásztoroknak, és menekülniük a nyáj vezéreinek. Hallatszik a pásztorok kiáltozása és a nyáj vezéreinek jajgatása, mert elpusztította az Úr az ő legeltető helyüket. Elpusztultak a békességes legeltető helyek az Úr felgerjedt haragja miatt. Elhagyta azokat, mint az oroszlán az ő barlangját, mert pusztasággá lett az ő földjük a zsarnoknak dühe miatt és az ő felgerjedt haragja miatt. Következik Németh Sándor napi üzenete. Fontos ténye az evangéliumnak, hogy Isten a harmadik napon föltámasztotta názáreti Jézus Krisztust, és ennek a jelentősége óriási. Ez maradandó és visszavonhatatlan változást hozott létre a sátánnak, a gonosznak a kozmikus pozíciójába. Bármennyire is nő az ördögnek a hatalma a világban, soha nem tudja semmisé tenni a názáreti Jézus Krisztusnak a győzelmét, illetve a sátán nem tudja semmisé tenni a saját kudarcát és vereségét. Rendkívül fontos, hogy ezzel kapcsolatosan vagy ebbe vetett hitünket ne veszítsük el semmilyen körülmények között. Bármennyire is látjuk, hogy a törvénytelenség nő, a lázadás egyre mélyebb szinteket ér el, de ne felejtsük el, hogy a lázadás által bármennyire is gonoszszá válik a világ, nem tudja a sátán, az ördög, a gonosz visszafordítani a názáreti Jézus Krisztusnak a diadalát. Vagyis ő továbbra is, utolsó napokban is kudarcra és vereségre van ítélve. És nekünk így kell ezt látnunk, ez a hit. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv. Folytatódik a Hit 6-tól. Hangos könyv rovatunk következik, melyben ma Joel Osteen Értékes vagy című könyvéből olvasok fel egy részletet. A címe a fejezetnek, ne keverjük össze a teljesítményünket az identitásunkkal. Az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak. Olvassuk a Krónikák második könyvében. Nem arról beszél itt az ige, hogy Isten tökéletes teljesítményt keres, hanem olyan embereket, akik teljes szívvel ragaszkodnak őhozzá. Vagyis, ha reggelenként a szívünkben azzal a vágyjal kelünk fel, hogy Istennek akarunk tetszeni, ha a szívünk mélyén valóban neki akarjuk adni a dicsőséget, bizony lesznek helyzetek, amikor, mint Péter is, hibázni fogunk. Ellen akartunk állni a kísértésnek, de nem sikerült. A jó hír azonban az, hogy ettől még nem törlődik az elhívásunk. Meg lehet, a teljesítményünk néha nem tökéletes, mivel azonban a szívünk tökéletes Isten felé, ő továbbra is nagyszerű dolgokat tartogat nekünk. Nem számít, mit követtünk el, nem kell ostorozni magunkat. A múltat nem lehet megváltoztatni. Tanulni kell a hibáinkból, de nem ragadhatunk le mellettük, haladni kell tovább. Fogadjuk el Isten kegyelmét, és bátran mondjuk ki, ezt elrontottam, Uram, tudom, hogy tévedtem, okosabbnak kellett volna lennem. De tudom, hogy te nem vádolsz engem. Te nem Ábrahám istene vagy csupán, hanem Jákobé is, a tökéletlen embereké is. Amikor Tamás meghallotta, hogy Jézus feltámadt a halálból, és többen látták őt élve, mindenki rendkívüli izgalomba jött.
Tamás kivételével. Ő gyakorlatiasabb és józanabb volt, és azt mondta, fiúk, ha hinni akartok benne, nem gond, de engem hagyjatok ki. Egy 3 napja halott ember nem támadhat fel csak úgy. Én nem fogom ezt elhinni, ha csak a saját szememmel nem látom. Látni akarom a szögek helyét a kezén. Tamás ugyanannyi időt töltött Jézussal, mint a többi tanítvány, akik tele voltak hittel, miközben Tamás kétségekkel. 1000 kérdése volt. Egy nap aztán, amikor mindannyian együtt voltak, Jézus besétált a szobába az ajtón keresztül. Majdnem elájultak. Figyeljük csak meg, mi történt. Jézus nem ment oda Andráshoz azzal, hogy András, nézd, sikerült. Nem sétált oda Mátéhoz sem, hogy megölelje, hanem egyenesen Tamáshoz lépett. Elhaladt azok mellett, akik tele voltak hittel, és odalépett az egyetlen olyan személyhez a helységben, akiben kételyek kavarogtak. Nem szitta le, nem vonta kérdőre. Ehelyett így szólt hozzá. Tamás, tudom, hogy nem hiszel, hogy kételyeid, kérdéseid vannak. És ez nem baj, megértelek. Ezért jöttem elsőként hozzád. Érintsd meg a szögek helyét a kezemen, a sebeket az oldalamon. Figyeljük meg a hasonlóságokat. Amikor kételjeink vannak, mint Tamásnak, elrontjuk a dolgokat, mint Péter, kudarcot vallunk, mint az 5 házasságon már túllévő szamáriai asszony, azt gondoljuk, hogy Isten elfordult tőlünk. De éppen ellenkezőleg, Isten először mindig azokhoz jött el, akiket a kételyek gyötörtek, és csak ezután ment azokhoz, akik hittek. Mi emberek megpróbáljuk bezárni Istent egy dobozba, és megmondani, kit váltson meg, kit áldjon meg, kinek bocsássa meg a bűneit, és kit gyógyítson meg. Minél idősebb vagyok, annál inkább megértem, hogy Isten útjai nem a mi útjaink. Ő azokat hívja el, akikről a legkevésbé gondolnánk. Kegyelmet gyakorol akkor, amikor mi azt gondoljuk, ítéletet érdemelne az illető. Tamás csak ezen egyetlen alkalommal kételkedett, mégis ráragadt a kételkedő jelző. Pedig valószínűleg az egész nem tartott tovább 1-2 hétnél, mégis az emberek kételkedőnek bélyegezték. Isten azonban nem egyetlen hiba alapján ítél meg bennünket. Mi kételkedő Tamásnak hívjuk őt, Isten azonban hívő Tamásnak, megváltott Tamásnak, megmentett Tamásnak, helyreállított Tamásnak látja őt. Arról pedig végképp nem hallani sokat, hogy Tamás később Indiában szolgált. Ő volt az, aki egész Indiának elvitte a jó hírt. A hibáinkat gyakran összekeverjük az identitásunkkal. Lehet, hogy valamiben kudarcot vallottunk, de ettől még nem vagyunk vesztesek. Egyszerűen csak veszítettünk egy adott helyzetben. A kudarc egy esemény csupán, nem a személy maga. Mi a magasságos Isten gyermekei vagyunk. A világ teremtője választott ki bennünket. Oh, happy day. Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio. Császár Enikő a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a mikrofonnál, Fekete Rita, ez itt pedig a Hitköznapok, azon belül is a Világnézetek a Biblia tükrében című sorozatunk következő része, amely témánk a genderideológia, filozófiai háttere lesz, szétválasztható-e a test és a lélek, ezt a címet adtuk ennek az órának, és köszöntöm kedves vendégeimet, Szilvai Gergelyt, a Mandiner főmunkatársát, a Genderelmélet kritikája című könyv íróját, és Tóth Gézát, a Hídgyülekezete lelkészét és a Szent Pál Akadémia tanárát. Szervusztok! Szervusztok! Köszöntöm a hallgatókat! Köszöntjük a hallgatókat! És hát első kérdésemet Szilvai Gergelyhez szegezném, mégpedig azt, hogy a Genderelmélet kritikája című könyv előtt már született egy hasonló témájú könyve a melegházasságról, és érdekelne egy picit ennek a háttere, hogy ez a téma hogyan találta őt meg. Sok évvel ezelőtt kezdtem el vitatkozni melegházasság ügyben a Háttér a Melegekért egyesületnek a tagjaival, egy képviselőivel, és akkor még nem sejtettem, ahogy a tanúban mondták, hogy ez a téma velem marad. az akkor kezdődött, igen, akkor a doktorimmal folytatódott, ahol végül a melegházasság kritikája lett a téma, meg a század végnél ott örültek volna egy ilyen könyvnek, és akkor ezt megírtam, ez a doktorim is. És utána tavaly előtt össze, 19 őszén olvastam több helyen ilyeneket, főleg az egyik hírportál, egy jobboldali hírportálon is olvastam ilyet, hogy ki lesz, mikor cáfolja már meg valaki ezt az egészet, valami ilyesmi típusú ilyen segélykiáltásszerű cikket olvastam, nagyon be ez is szerepelt.
És így körülnéztem a nemzetközi piacon, mondjuk így a könyvek tekintetében, és azt láttam, hogy nincs olyan könyv angol nyelven, ami ezt így monografikusan feldolgozná. Van olyan, ami érinti részben a gender elméletet, jellemzően a faja vagy az osztálya együtt ezekkel a kérdésekkel. Olyan is van, ami az egész gender elmélet egy részkérdéséről szól, az egész könyv, de hogy így hogy így átfogóan csak erre a témára egy monográfia, de nem részletkérdésre úgy nem volt. És akkor így az volt bennem, hogy hát akkor megírom én. Így született ez a könyv, hogy a legtöbb téma, ami itt releváns, az benne is van, a melegházasság az azért nincs, mert arról van egy másik könyvem, ugye. Nagyon szerte ágazó a könyvnek a tematikája, illetve hát nyilván egy ekkora műsorban ez bele se férne, hogy mindenről tudjunk beszélni. Éppen ezért én arra gondoltam, hogy ami a számomra nagyon érdekes volt, és szerintem fontos téma, hogy beszéljünk a gender elméletről önmagában, hogy egyáltalán meghatározzuk nagyjából, hogy ez mit jelent, és a test és a személyiségnek a szétválasztásáról, mert itt a hírekből jön, ami nyugatról jön, hírek formájában, az úgy gondolom, hogy a jéghegynek a csúcsa, amit már látunk, ilyen hormonkezelések, meg a gyermekérzékenyítés, stb. De hogy mégis mindez hol gyökerezik ideológiailag, arról keveset hallunk, és ebben a könyvben erről is van szó. Úgyhogy ha nem bánjátok, én innen kezdeném, és akkor Szilvai Gergelynek visszaadnám a szót, hogy honnan is kezdődik a gender elmélet, a gender ideológia, és milyennek az alapja. Az az alapja, hogy ők nem szoktak erről beszélni, hogy testi-szex szétválasztásra. Ők úgy tekintik a gender elméletet, a feminizmusnak úgy tekintik a gender elméletet, mint a nők egyenlősítésének az eszköze, illetve nem is nagyon szoktak, ők így külön gender elméletben nem beszélnek, tehát ez nyilván ez szorosan összefonódott a feminizmussal. Illetve ők azt is szokták mondani, hogy ilyen nincs is, vagy pedig, hogy sokféle van, és nem lehet egyféle gender elméletről beszélni. Tehát nyilván az emancipáció, illetve a nemi szerepek alatti felszabadítás eszköze lenne annak a háttérfilozófiája, vagy háttérideológiája a gender elmélet. Én amikor utána olvastam, akkor a konzervatív szakirodalomba találtam ezt a kritikát, és igaznak is találtam, tekintve a feminista szerzők írásait, hogy ezek gyakorlatilag szétválasztják a testét és a lelket. Nők ilyenről nem beszélnek, ők letagadják a biológiát, és ebből ugyan nem vallják be, de szükségszerűen következik a testiségek szétválasztása. Ami miatt én ezt nagyon hangsúlyozom a könyvben, az az, hogy tényleg van a gender elméletnek sokféle irányvonala, meg minden egyéb, és a nagy közös pont a különféle irányzatok között, az szerintem ez a biológia, hát legalábbis ignorálása, és az, hogy a testünkből, a testi létből nem következik semmi. Tehát, hogyha egyszerűsíteni akarom, akkor ez olyan, mint hogyha a mosógépnek az anyagából, meg a szerkezetéből nem következne az, hogy az mosógépként kell működjön, hanem azt mondanák, hogy ez lényegtelen. Körülbelül így tudnám összefoglalni a lényeget, és ettől kezdve már mindegy, hogy éppen marxista, posztmodern, liberális, vagy milyen gender elméletről beszélünk, a kiinduló pont az ez. Igen, az, hogy erről mit mond a Biblia, azt pedig Tóth Gézától kérdezném, hogy mit mond a Biblia a test és a szellemnek, a testnek és a léleknek az egységéről, valóban szétválasztható? Kezelhetjük ezt két külön egységként? Természetesen nem. Gondolom, hogy ezzel a hallgatóinknak nem fog meglepetést okozni, hogy a Biblia egyébként határozottan azon az állásponton van, hogy a test és a lélek az nem szétválasztható. Ugye a teremtés könyvéből kell kiindulnunk, a legfontosabb mindezzel összefüggésben az, annak a hangsúlyozása, hogy az ember az teremtmény, tehát a férfi és a nő is teremtmény, nem a természetnek, vagy az evolúciónak, vagy bizonyos mutálódási folyamatoknak a terméke, egy véletlenszerű egybeesése a természet fejlődésének, hanem egy nagyon tudatosan, nagyon szisztematikusan, nagyon átgondoltan megtervezett és létrehozott, megvalósított lényről van szó az ember tekintetében, és természetesen az ember személyiségéhez szorosan hozzátartozik a biológiai neméből fakadóan is az identitása, tehát aki férfinak lett teremtve, az férfi, és aki nőnek lett teremtve, az nő, tehát a Szentírásnak az első fejezeteiben erről egyértelmű kijelentést találunk, és ez nem összekeverhető, és az anyagvilágról is a Biblia azt mondja, hogy jó, tehát
ugye Gergely utalt rá, hogy a modern genderizmus az ugyan nem azon a gnosztikus tanításon áll, miszerint a test és a lélek az egymással ellentmondásban van, vagy egy feszültség található közöttük, van egyfajta alacsonyabb rendűség, vagy felsőbb rendűség a szellem részéről, és egy alacsonyabb rendűség, alárendeltség a test részéről. Néha ezek konfliktusba kerülnek egymással, és ezen úgy lehet segíteni, hogy a láthatatlan személyiségét az ember azt, hogy mondjam, előtérbe helyezi, és ezzel kijavítja azt a hibát, ami abból fakad, hogy a gnosztikus tanítások szerint nem egy személy teremtette az egész világ mindenséget, hanem más a szellemvilágnak a teremtője, és más a fizikai világnak az alkotója, és a fizikai világnak az alkotója az rossz indulatú és gonosz, és alá van rendelve a szellemvilág alkotójának, és ezért a fizikai világ az eredendően nem is jó, hanem rossz, és gyakran konfliktusba kerül egymással a kettő, vagy eleve konfliktus áll fenn a kettő között, tehát ezzel szemben a Biblia azt mondja, hogy a látható világnak a teremtője az Isten, mert mindent, amit megteremtett, leneózta, és azt mondta, hogy ez igen jó, és utána megteremtette az embert is, és az embert is, mint olyan lényt, aki fizikai testtel rendelkezik, jónak minősítette, tehát egyáltalán nem elidegeníthető meggyőződésünk szerint az embernek a nem identitása a biológiai nemétől, hanem ennek a kettőnek összhangban kell lennie egymással. Egyébként érdeklődéssel olvastam, hogy a könyv is foglalkozik a gnoszticizmussal, de ahogy az előbb Gergely válaszolt is rá, azért nem megy bele részletesen, érthető oknál fogva, mert a modern gender mozgalom ezzel nem foglalkozik. Noha egyébként tartalmilag mégis a döntései azok azt sugallják, hogy ugyanígy gondolják. Tehát, hogyha nem is ideológiai, vagy filozófiai, vagy világnézeti alapon deklaráltan fogalmazzák meg azt, hogy a test az nem jó, vagy jó, vagy nem jó, tehát nem egyértelműen gonosz, de nagyon sok esetben szembe van az igazi énnel, az igazi személyiséggel, és az embernek az igazi személyiségét kell megtalálnia, és joga van hozzá, hogy rátaláljon egy férfi az igazi női személyiségére a férfi testében, és akkor meg kell neki adni a jogot arra, hogy a biológiai adottságait az igazítsa az igazi ényéhez, mert ő valójában az, akinek ő gondolja magát, és lám-lám a természet az ilyen, hogy néha szembe helyezkedik az igazi valósággal. Hát ez azért mégiscsak egy gnosztikus gondolkozás, mert ez gyakorlatilag egy, másképp nem tudod értelmezni, mint hogy egy titkos tudás a legbensőbb lényemről, egy olyan tudás, ami nem fakad, nem magától értetődő, ami a külsőmből nem adódik. Tehát én birtokában vagyok egy olyan titkos tudásnak saját magammal kapcsolatban, amiről senki más nincsen meggyőződve, csak én, de nekem van igazam, és lehet, hogy ez a titkos tudásom ez az, hogy a igazi nemem az nem azonos a biológiai nememmel. És tessék nekem megadni a jogot ahhoz, hogy én erről a meggyőződésről akár, vagy ebből fakadóan úgy döntsek, hogy megváltoztatom a biológiai nememet. Csak én nekem ez a dolog ott sántít, hogy ugye a könyv is több példát hoz rá, hogy akkor hogy létezik, hogy egy embernek ez a fajta identitása az élete során többször is változik. Hát hogyha egy ember férfi létére arra meggyőződésre jut, hogy ő nő, és aztán később pedig arra meggyőződésre jut, hogy ő se nem nő, se nem férfi, hanem valami köztes nemű, és aztán néhány évvel később megint arra meggyőződésre jut, hogy ő mégiscsak férfi, hát ez már akkor olyan sok fordulat, hogy akkor miért ne feltételezzem azt, hogy legelőször tévedett, amikor már harmadszor téved. Tehát ugyanakkor mégsem lehet ezt valóban egy ilyen gnosztikus elfogásnak nevezni, de mégis sok hasonlóság van közötte, tehát hogyha tartalmilag
a kommunikációjukban ezt nem is képviselik. Én azért azt gondolom, hogy valahol mégis a dolgoknak a mélyén ez azért kell, hogy jelen legyen, mert a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás az emberi antropológiának egy nagyon fontos szerves részének tekinti azt, hogy az ember rendelkezik pneumatikus érzékenységgel, vagy lelkiismerettel, tehát egy olyan belső lényegi adottságával, amit meggyőződésünk szerint Istentől kapunk eredendően, úgy, hogy még semmiről nem mondták meg nekünk, hogy jó vagy rossz, és nem tanítottak meg bennünket, mégis ösztönszerűen tudjuk azt, hogy mi a jó és mi a rossz, noha ezt a kultúra azért jelentősen az évszázadok vagy évezredek alatt megváltoztatta a lelkiismeretnek a működését, de ez mégiscsak egy olyan belső mérőműszer, amely alapján egy ember el tudja dönteni, még akkor is, hogyha ateista családba születik, hogy mi a jó és mi a rossz, és ennek, tehát a lelkiismeretnek egy nagyon fontos, hogy mondjam, feladata az is, hogy például az embernek a biológiai identitásában megerősítse az ember. És még hogyha gyermekkorban vannak is, és szintén nagyon, nagyon fontosnak tartom a könyvnek, hogy erre a területre is kitér, hogy ugyan vannak ugye gyerekkorban olyanok, hogy miközben alakul valakinek a személyisége, ezért kisgyerekként egy kisfiú érdeklődik lányos dolgok iránt, de most nem emlékszem pontosan az ezzel kapcsolatos statisztikára, de még azok a kisfiúk, akik lányos dolgok iránt érdeklődnek gyerekkorukba, azoknak is a döntő többsége aztán férfiként gondolkozik saját magáról felnőttként, és ugyanezt el lehet mondani a kislányokról is, akik fiús dolgokkal foglalkoznak. Most a gender mozgalomnak ezért egy fontos célkitűzése, hogy ha egy 4-5 éves gyerek vagy kislány fiúként határozza meg magát, akkor erre lecsapnak, és azonnal jogokat kell biztosítani számára, hogy akkor akár hormonkezeléssel, akár más módon pszichológiai segítséggel, de akkor abba az irányba tereljék, hogy megerősítsék abban a kislányban, hogy ő valójában kisfiú, vagy fordítva egy kisfiúban, hogy kislány, ami azért abszurd, mert ahogy a könyv nagyon helyesen meg is jegyzi és leírja, hogy ezek a fajta bizonytalanságok, gyerekkori bizonytalanságok idővel lekopnak. És ebben szerintem egyébként nagy szerepe van a lelkiismeretnek is, hogy azért az úgy visszaigazítja az embert ahhoz, hogy te mégiscsak fiú vagy, úgyhogy gondolkodjál magadról úgy, mint fiú. És akár, hogyha valaki ateista is, meggyőződésem szerint, mivel ez a lelkiismeret minden embernek egy nagyon fontos, mondanám, személyiség kelléke, ezért én nem hiszem el, hogy valamilyen jelzést azok az emberek, akik erre az útra lépnek, ne kapnának ilyen módon közvetetten Istentől, hogy a nemi identitásukat milyen irányba kellene alakítaniuk. Azt látni, hogy vannak ezek a filozófiai elméletek, akár ahogy a könyvben is olvassuk, a felvilágosodás, marxizmus és a posztmodern gondolkodásnak ilyen lenyomatai, és ugye ezeket a szlogeneket, amelyek itt filozófiai szövegekben vannak megfogalmazva, azért a hétköznapokban is halljuk, ezért tartom érdemesnek mégis egy pici időt szánni rá, hogy akár a marxizmusnak az itthoni lenyomata, tehát az a fajta kommunista ideológia diktatúra, ami itt volt Magyarországon, hogyan látta ő a nőt meg a férfit, hogy ez szerinted, Gergely, mennyire hat arra, hogy ma hogyan gondolkodnak a nőnek, a férfinak a szerepéről? És... A marxizmus az közös, de a kommunista diktatúra az, tehát ez egy marxizmus 2.1, vagy egy másik értelmezett marxizmus, amit itt használnak. Kulturális marxizmus. Igen, a kommunizmus alatt nem is volt ilyen típusú gender ideológia. Ugyan mondták, hogy traktoros lányok, meg a nők is dolgozzanak ilyen jelleggel, de ez inkább a proletár ideológia volt, ami ebből ez következett, nem valamiféle tudatos gender elmélet. Szóval én a diktatúrát magát nem kapcsolnám ezzel össze, úgy, mint forrás. Más kérdés, hogy ugye a gender elmélethez kapcsolódó az a Amerikában most divatos szélsőbalos gondolkodás, mint wokizmusnak, mint felébredtek vagy megvilágosodtaknak nevezünk, meg a kritikai elméletek, amiket írok, azoknak a gyakorlati következményei strukturálisan ugyanolyanok, mint a kommunizmus. Itt most gondolok például erre a cancel culture-re, eltörés kultúra,
ahogy a kommunizmus a mi időm, vagy nem a mi időm, mert én a végén születtem, de hogy cenzurázott könyveket, betiltott könyveket, vagy kiszedett könyvekből részteket, ugyanúgy most egyenes megy a nyugati világban, csak más szempontból, de jól megfeleltethetőek a különböző állomások. Az egy jól beazonosítható diktatúra is hatalom volt itthon, ez meg ahogy Rod Dreher, amerikai szerző, aki most Magyarországon van, és egyébként ortodox vallású, írja a Live Not By Lies című könyvében, ami tavaly jelent meg, hogy ez egy egyfajta lopakodó puha totalitarianizmus, amiben nem lokalizálható a hatalom helye, hanem hanem az elitek szélső balos elképzeléseinek az átnyomásából fakad. Tehát ez nem inherensen tartozik a gender elmélethez, de ma ez a gender elmélet meghatározó vonulata, ez a szélső balos woke felfogás. Te írsz a könyvedben a posztmodernről is, aminek most ha nagyon-nagyon egyszerűen szeretnék megfogalmazni, ez a minden relatív, minden attól függ, hogy mit mondunk róla, stb. Ez mennyire fonódik össze a gender ideológiával mondjuk itthon? Nagyon, hát ez az alap ideológia mögötte, vagy ez az alapvilágszemlélet mindenhol szerintem. Marxizmus meg posztmodern, és ezek összekeveredve, mert élesen nem választhatóak el egymástól. De igen, a posztmodernrel kapcsolatban is ugye megjegyzett, hogy azon áll, hogy valójában a valóság nem megismerhető, és abból indul ki, és ezért aztán nem is lehet arról beszélni, hogy mi a jó és mi a rossz, meg hát azt senki nem döntheti el, hogy mi a jó és mi a rossz, és hát azért ezek mögött, a világnézetek mögött lehet egy kőkemény törekvés látni, a zsidó-keresztény kultúra, kinyilatkoztatás, értékrend elsöprésére vonatkozóan, tehát ez minden olyan dolgot, amelyet az elmúlt évezredekben jónak tartottunk, megkérdőjelez először is, aztán utána pedig rossznak állít be. Nem véletlenül, hogy ilyen hangosak a keresztények ezzel kapcsolatban, és ahogy mondtad, az ortodoxok is fontosnak tartják ezeknek a klasszikus igazságoknak a védelmét, mert ezek a társadalomnak az alappillérei, tehát hogyha a házasságnak az intézménye az összedől, tönkre megy, és ilyen dolgokról kell vitatkozni, hogy a házastársi hűség az kötelékben tartja el feleket, és nem is tudom, ezeket nem bírom megjegyezni, ezeket a kifejezéseket, amiről írsz is a könyvedben, Gergely, ez a több embert szeret egy ember, ez a poli, segíts kérlek, hogy mi volt egy fejezetet szent. Poliamória, igen, csoportszerelem. Igen, ez a csoportszerelem, és akkor nagyon jól le van vezetve, hogy milyen abszurd, amikor egy index cikkre hivatkozol, hogy megpróbálták bebizonyítani, hogy ez mennyire újszerűbb, mennyire modernebb, mennyire igazságosabb, és a legfontosabb, mennyire őszintébb, mint a házasság, mint hogy a házasság az nem lehetne őszinte, tehát nem lehetne őszinte egy férfi és egy nő egész életen áttartó hűséges kapcsolata, és hát látszik, hogy a házasság az tényleg egy szálka a gender ideológia képviselőinek a szemébe, és nem is azért akarják ezeket a jogokat maguknak megszerezni, hogy ők is házasságban éljenek, hanem valójában a cél az a házasság intézményének a relativizálása, aláásása, és az annak a tiszteletének a lerombolása a társadalmakban, ami viszont a társadalom halálát fogja okozni. A másik pedig, ami a homoszexualitást illeti, hogy szintén a könyvbe is hivatkozol rá, de hát ennek nem olyan nagyon régen, a 444-en olvastam éppen egy olyan írást, amely arról szólt, és ettől számomra ez még hitelesebb volt, hogy ezen a portálon jelent meg, amely arról szólt, hogy bebizonyosodott, hogy a homoszexualitás az nem genetikailag determinált dolog, mert akkora mintavétellel rendelkező kutatást végeztek, amely elég megnyugtatóan bizonyította azt, hogy a homoszexuálisok azok nincsenek determinálva homoszexuális fogékonyságukra vagy hajlamukra. Ugyanakkor azt se lehet mondani, hogy a teljes mértékben ugye választott döntésről van szó, de egyáltalán nem determinált dologról van szó, és ez viszont azért érdekes,
mert akkor viszont, hogyha nem determinált, hanem a körülmények befolyására is lehetnek az emberek homoszexuálisok, akkor nem elképzelhetetlen, sőt nagyon valószínű, hogy a gender elméleteknek a népszerűsödésével sokan választani fogják a homoszexualitást, és magasabb lesz a homoszexuálisoknak az aránya, vagy a transzneműeknek, vagy a különböző gender identitással rendelkező embereknek az aránya a társadalomban, mint most jelen pillanatban, és ez akár vezethet oda is, hogy elveszíti a társadalom a reprodukációs képességét, mert nem akarnak majd az emberek házasodni annyian, illetve ha házasodnak is, nem akarnak gyerekeket vállalni, és hát ezt tudjuk, hogy egész Európában már egy óriási nagy probléma, mert a gender elméletek nem voltak még ennyire erősek, de már most is kihalóban van az európai, sokkal több ember hal meg, mint amennyi születik, és ugye hát ezért is tartják fontosnak Nyugat-Európában, hogy különböző kultúrájú bevándorlókkal és menekültekkel töltsék föl a hiányzó űrt, hogy mégis azért a társadalomnak a működő képessége megmaradjon, de hát itt azért nagyon fontos arról beszélni szerintem, hogy ez hova vezet mindez. Tehát oda vezet, hogy egy boldogabb társadalomban fogunk majd élni, ahol mindenki az lehet, aki akar. Noha megint csak az adatokra hivatkozva lehet tudni, hogy a gender ideológiát vallók és a nemüket, a biológiai nemüktől elválasztó és különböző társadalmi nemekkel azonosuló személyek között a mentális problémák azok lényegesen gyakoribbak, mint a heteroszexuális társai között. Gergely, lehet már látni ilyen következményeket esetleg akár a nyugati társadalmakban, amik visszavezethetők ehhez a fajta gender elmélethez? Hát sok mindent lehet látni szerintem, hogyha az ember összerakja a nagy képet, nyilván ott a melegházasság, akkor a melegházasság után ez a poliamória vagy csoportszerelem, ezt nyomatják is kisebb sikerrel, viszont nagyon áttört ez a transz ügy, az, hogy még a gyerekeket is elkezdik hormonkezelésre vinni, hogyha a kislány autóval játszik, így kicsit leegyszerűsítve a dolgot, de lényegében erről van szó. Az, hogy tini lányok ezrei Amerikában és Nagy-Britanniában egy kicsit a kamaszkor, nem tudom, a viharos éveiben időnként testképzavarral rendelkeznek, meg egyéb lelki bajaik vannak. A kamaszkor az általában így szokott tenni mindenkinek, de talán a lányoknak még jobban, mint a fiúknak. És kitalálják, hogy ők igazából ellenkező neműek, amit valószínűleg egy rövid időn belül megbánnának, akkor elindítják őket ezen a úgymond tranzíción, tehát hormonkezelés meg műtét. És hát jó pár olyan ilyen hölgy van, aki végigment ezen, majd megbánta, és visszacsinálni nem lehet. Hát a tesztoszteron terápiát nem lehet visszacsinálni, a levet melleket nem lehet visszavarni, vagy hát vissza lehet varni, de az ott csak egy szövetdarab lesz ott, mert a idegeket meg a ízéket nem lehet újra össze, meg a különböző fejkapilásokat nem lehet újra összeilleszteni, tehát hogy felszíni beavatkozást lehet csinálni, de más nem. Nyilvánvalóan pasi se lesz a lányból, tehát ez a műtét, ez a nem váltó műtét valójában nem vált műtétet, hanem eltorzítja az embert, mert ugye a csontstruktúránkat, az agystruktúránkat, a sejtjeinket nem lehet átműteni, már pedig a csontunk, az agyunk és minden egyes sejtünk fajnői vagy férfi sejt. Emellett ott vannak a rótakövetelések, amelyek véleményesek lehetnek, vagy az a különböző ilyen olyan következő gender mainstreaming, a gender emelet gyakorlata, ami azt követi, hogy a állami kormányzati beavatkozással alakítsák át a társadalom alapvető normáit, mert akkor nem lesznek elnyomva a nők. Ez elég egy-két ilyen szűnik, de szokták dagadni, de ha az ember elolvassa az alapvető dokumentumokat, akkor ez feketén-fehéren le van bennük írva. Elég egyértelműen bizonyítani lehet. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.